9. alkalommal ünnepelték a Magyar Szórvány napját a Bihar megyei Rév községben. A Sebes-Körösvölgyi szórványvidék településein az elmúlt évtizedben közel 20%-kal csökkent a magyarok száma. 9. alkalommal rendezték meg a Magyar Szórvány napját a Királyhágó lábánál fekvő réven. A megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő ProRév Egyesület minden évben több szórványvidéket célzó kulturális programot szervez, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bihar megye keleti végváraként számon tartott kistérségben a lakosok megőrizzék magyar identitásukat. Az eltelt évtizedekben, mivel a magyarosság száma a környéken nagyon megcsappant, ezért regionális zónarendezvényeket szervezünk, ilyenek többek között a Sebes-Körösmenti szavalóverseny, amit minden évben rendezünk, hiszen már most a 18. alkalommal, ilyen a Révről elszállomzottak falu találkozója, vagy ilyen a Magyar Szórvány napja például. A találkozó minden évben alkalmat biztosít a beszélgetésre, a családi és baráti kapcsolatok erősítésére. Az idei ünnepségen Rév, Köröstopa, Báród, Vársonkolyos, Magyar Kakucs és Barátka települések lakosai mellett jelen volt a magyarországi testvérváros Hajdúszoboszló küldöttsége is. Egy testvérvárosi kapcsolat vagy egy partnervárosi kapcsolatban nem csak a városvezetőknek kell találkozniuk és együttműködni és időnként protokollálni, is rendezvényen részt venni, hanem a magánembereknek, a közösségeknek és a különböző családoknak. És ugye azok a hasonló érdeklődési körű, akár zenei, irodalmi csoportok, ha találkoznak és egymást kölcsönösen látogatják, bemutatják az ő értékeiket, tudásukat, akkor természetesen ezzel mindenki épül és gyarapodik. A gyermekek és ifjak szolgálata után a jelenlévők a templomkertbe vonultak, ahol az egyházközség képviselői és az elöljárók elhelyezték az emlékezés koszorúit a 2020-ban felállított turulmadaras emlékműnél.